War against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It is complete independence that we want i would say to the house as i said to those who joined the government i have nothing to offer but blood toil tears and sweat time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Three. Two. Mr. Gorbachev teared down this f wall. One. Az emberiség mítosza a csimpáznál kezdődik, és az istennévállásnál lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem, Csimpázz Csimpázz isten. Történelem, történelem csimpáz, isten. Történelem, isten. történelem, történelem isten. isten. Az embert, aki természettől fogva szereti a szabadságot és a mások feletti uralmat azoknak az önkorlátozó intézkedéseknek a bevezetésére, amelyek közt, mint látjuk, az államban él. Végső soron csak is az az ok, cél és szándék szándékkézteti, hogy így módon önfenntartásáról és élete zavartalna folyásáról gondoskodjék. Vagyis szabadulni akar abból a nyomorúságos hadiállapotból, amely az ember természetes érzelmeinek mind az ideig szükségszerű következménye, amíg nincs valamilyen látható hatalom hogy kordában tartsa a büntetéstől való félelem eszközével megállapodásai teljesítésére és a természeti törvények megtartására kényszerítse. Mert a természeti törvények, vagyis az igazságosság, méltányosság, szerénység, megbocsátás, egy szóval az a törvény, hogy ne tégy másoknak olyat, amit magadnak nem kívánsz, önmagukban, azaz, ha megtartásukra semmilyen hatalomtól való félelem nem kényszeríti az embereket, ellenkezne természetes érzelmeinkkel, amelyek részrehajlásra, büszkeségre, bosszura és más hasonlóra késztetnek minket. És a megállapodások kar nélkül puszta szavak. Nincs erejük rá, hogy akár csak a legcsekélyebb biztonságot is nyújtsák nekünk. Következésképpen, ha nem jön létre semmiféle közhatalom, vagy ha az nem elég erős, hogy biztonságot nyújtson nekünk, minden ember mindenki mással szemben saját biztonsága érdekében törvényesen és joggal a maga erejére és képességére támaszkodik. Tekintet nélkül a természet törvényeire. Ez Thomas Hobbes leviatányából való, és szeretnék még felidézni Russzótól is egy mondatot ennek kapcsán. Amint a pásztor, a nyája a szemben felsőbbrendű lény. Úgy emelkednek ki a népből az emberek pásztorai, az uralkodók. Ez volt Kaligula véleménye, és ebből a hasonlatból helyesen következtette, hogy vagy az uralkodó Isten, vagy a nép barom. Russzónak és Hobznak is sajátos elképzelése volt arról, hogy milyen az ember alaptermészete, és miért jön létre az állam. Ezt érdemes lesz még később bővebben is kifejteni. Amikor Sumerben kialakultak a városállamok, és egy általános rend állt be, az egyik városállamból felemelkedett egy katonai vezető, aki meghódította és egyesítette a Sumer területeket. Aztán kiterjesztette uralma határait más területekre is. Hatalmas uradalmának alapított egy fővárost. Ez volt Akkád. Innen származik népe neve is ők az akkádok. Az akkád birodalom megalapítóját pedig Sárrukinnak hívják, aki az eddigi emberiség leghatalmasabb uralkodójává vált. Legendája pedig évezredekre mértéket jelentett minden nagyra vágyónak. Mezopotámia történetének igencsak különös szakasza az akkádi periódus, ami a sumerekkel párhuzamosan zajlott, csupán némileg későbbi kezdéssel, másfél, közel két évszázadon keresztül uralta a térséget birodalmuk, ami forradalminak bizonyult katonai értelemben és államszervezését illetően, tovább az erőszak háborúval való terjesztésében is. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jött létre az akkádi birodalom, ismernünk kell a vezető személyét. Az egész birodalom egy ember körülkering. Ezt a személyt Szárukinnak hívják. Szárrukin oly hatalmas lett, hogy még 500 évvel később két asszír király is tőle eredeszteti majd hatalmát. Ezért első és második Szárrukinnak nevezik magukat. Ha a névnek a Héber verzióját használjuk, a Szárgont, akkor még a Bibliában is felelhető egy említés szintjén Ézsaiás könyvében az első asszír király. De én az eredeti, akkát szóból eredő alakot fogom használni, a Szárrukint. Ez a név két akkád szó összetételéből jön létre. A szárrum királyt jelent, a kínum pedig azt, hogy jogos, igaz, legitim. Szóval a szárukin név valami olyasmit jelent, hogy törvényes király. Szárukin élete kezdetét homályosan látjuk csak, pontos születési idejét nem ismerjük. A születésével kapcsolatos, sumer legenda szerint Szárukin anyja főpapnő volt, aki vétett a papnői szüzesség doktrinája ellen, fogadalma megszegése miatt újszülött fiát pedig egy kosárba tette, és a város mellett áramló Eufrates folyóra tette, hogy így tüntesse el bűnének nyomát. A vízben sodródó kosarat. Egy éppen munkáját végző vízmerítő találta meg, aki befogadta az árva gyermeket, és felnevelte őt. A nevet, amivel világra jött, nem ismerjük, de a saját maga által leírt születési legendáját a 19. században megtalálták a Ninivei könyvtárban, ami így szól. Szárokin vagyok, a hatalmas király, Akkád királya. Anyám főpapnő volt, apámat nem ismertem. Apám testvérei a hegyekből származnak. Anyám a főpapnő, megfogant velem, Megszült engem titokban, sásból való kosárba helyezett, szurokkal zárta le kosaram fedelét, a folyóba vetett engem, amiből nem tudtam kimászni. A folyó azonban elsodort Akkihoz, a vízmerítőhöz. Akki a vízmerítő kiemelt, mikor vedrét alá merítette. Akki a vízmerítő fiává fogadott és felnevelt engem. Akki a vízmerítő datolya művelővé tett engem, Datoja művelés alatt Istár bizony belém szeretett, és ezért királyként uralkodtam 55 éven keresztül. Valójában én kormányoztam és felügyeltem minden embert mezopotámiában. Hatalmas hegyeket törtem össze bronzcsákányokkal. Hegyeket emeltem fel északon, hegyeken keltem át délen. Háromszor jártam körbe a tengerek közötti földet. Maga Dilmun is behódolt előttem. Úgy is el lehetne mesélni a történetet, hogy anyja egy mózes kosárba teszi, és abban helyezi a folyóvizére. Ez a legenda írott formában itt található meg először, de később a kalpa szövegekben a hettita hagyományban is fellelhető, vagy Romulus és Rémus történetében, vagy nagy kúrus Perzsa királynál. Aztán ahonnan ezt mindenki ismeri, az Mózes története a Bibliából. De megjelennek ebben a történetben a Gilgames eposzból ismert elemek is, amiről majd Babilonnál lesz szó később. Szárukin fiatal évei után kis kisvárosában. Az ott uralkodó király Urzabába pohárnoka lett. A pohárnok egy meglehetősen illusztris munkának számított. Mivel nagy gonddal és felelősséggel kellett a királyt és annak udvar tartását kiszolgálni étellel, itallal. A fiatal Szárukin a királyi palotában végzi a rászabott feladatokat, emellett pedig a király megteszi bizalmas tanácsadójává is. Szárukin a legendák szerint életének ennek a pontján megérzi először Istár istennő közelségét, aki az anyaság és termékenység isteni megtestesítője, majd később íratokból olvashatóan a viszájé és a háborúé is. Ezután Szárukin egy rémisztő álomban azt látja, hogy tetőtől talpig vérrel van beborítva, és ezt a burkolt látomást Istárnak tulajdonítja. Amikor álmáról beszámol a királynak, a király megrémül, mivel azt gondolja, hogy a vér az ő vére, és azt feltételezi, hogy bizalmasan meg fogja ölni. Ijedelmében a király azzal a feladattal bízza meg a legkülségesebb kovácsmesterét, hogy ölje meg szárokint. Amikor a kovács műhelyébe érkezik, a bronz korsókkal, amiket a király megbízásából kell beolvasztatnia. A kovács terve az volt, hogy poharakkal együtt szárokint bedobja az olvasztó tégelybe, de hogy a műhely elé ért szárokin, egy hang megállította. Istár azt mondja neki, hogy akinek vér folyik az ereiben, ne lépjen be az ajtón. A sugallat hatására Szárukin az ajtón kívül adta át korsóit a kovácsnak, majd sértetlenül távozott. A legenda azt mondja, hogy öt nap telt el ezután, de lehet, hogy tíz is volt, miután Szárukin a király elé járult. A király félt, reszketett a saját palotájában, míg Szárukin olyan biztosan általában, mint egy hegy. A közelben lévő rivális Umma város királya. Lugalzagesszi a környező Sumer városokat hódítja meg e közben. Szárokén királya pedig elküldi őt. A veszélyesnek gondolt bizalmasát, hogy békét ajánljon a terjeszkedő királynak. Szárokén kézbesíti az üzenetet Lugalzagesszinek, de nem ajánlat van az agyaktáblán, hanem felhívás a király felé, hogy ölje meg a követet. Ahelyett azonban, hogy ezt megtenné, a sumer király azt kéri Szárukintól, hogy csatlakozzon hozzá a hadjáratában. Ezt követően Szárukint sértetlenül visszatér a királyi palotába. Királya pedig rádöbben, hogy pohárnoka isteni védelem alatt áll. A legenda szála innentől megszakad, de értelmezése mitológiai szempontból elég világos. Az istennő szemet vetett az egyszerű pohárnokra, akinek üzent álmában. Ennek hatására isteni kiválasztottá vált, ami pedig gyanút és ellenszenvet ébresztett a regnáló hatalomban. Azonban isteni közbeavatkozással sikerült a kiválasztottat megmenteni, aki aztán igényt formál az istenek által neki kijelölt trónra. Itt, ahol a legenda megszakad, az írásos feljegyzések elkezdődnek, és ezzel párhuzamosan a történelem is. Azt tudhatjuk, hogy kis városát, ahol Szárukin élt, megrohamozza és elpusztítja Lugalzagesszi király. Majd hatalmi viszály keletkezik köztük, és Szárukin leváltja őt a királyi trónon. Egyes történészek úgy gondolják, hogy ez a legenda régebbi költeményekből eredhet, nem feltétlenül a megszemélyesített uralkodó korából. Az viszont biztos, hogy miután uralkodóvá vált, Szárukén élénk alakjává vált a mezopotámiai irodalomnak és a történeti emlékezésnek is, egészen a Hellenikus korig. Ő volt az első nagy hódító. Birodalma terjedésével Szárukín legendáját Irán területétől a Mediterrán tengerig, a hettiták földjétől Echnaton fáraó Egyiptomáig mindenki ismerte. De mit is ismerhettek pontosan a legendán túl? A történelmi tudás mit támaszt alá teljes bizonyossággal Nagy Szárukinnal a birodalom alapítóval kapcsolatban? Szerencsére innentől kezdve már nem kell találgatnunk a hódításaival kapcsolatban, mivel egyedi módon maga Szárukin feljegyzéseiből ismerhetjük meg a történelmet. Az, hogy maga a hódító jegyezze le saját életét és sikereit, az az ókor világában úgy tudom, hogy rajta kívül csak Julius Cézár esetében történt meg. Nagy szár Rukin 55 vagy 56 évig uralkodott, az ókori közelkelet ikonikus alakjává vált ez idő alatt, és Egyiptomtól, Indiáig mindenki ismerte. De mi szükséges ahhoz, hogy állam alakulhasson a szétszorodott törzsekből, vagy hogy egy birodalom felépüljön az egymástól elkülönböző városállamokból. Kezdetben Mezopotámiában a sumer és akkád társadalmak a törzsi, az egyén érdekeit képviselő szerveződésekbe rendeződtek. Aztán, ahogy kinőttek a terület városállamai, úgy alakult ki a királyi titulus, mint a papságtól már elkülönült isteni akarat által megnevezett vezető. Minden bizonnyal az első királyok a katonai vezetésből emelkedhettek ki. Olyan hadvezérek lehettek, akik összetudták fogni a saját területeken lévő harcolni akaró és harcolni nem akaró embereket. Ezek a karizmatikus, megnyerő, határozott, erős individumok lehettek egy új irányzat első menetelő vezetői. Ilyen nagy formátumú egyén volt Szárukin is, kisvárosából. Ő volt az. Aki először a történelem során hódító hadjáratra indult Mezopotámiában, és időszámításunk előtt 2334-re beállította az akkádi uralmat a térségben. Azt már egy korábbi részben megállapítottam, hogy a törzsekben élő berendezkedésekben nagyfokú szabadság van jelen, és azt lehet mondani, hogy viszonylagos egyenlőség. Ezzel szemben az államba való szerveződéssel mindkettőben jelentős veszteséget szenvednek el a benne lévő egyének. A szabadságot ezerféleképpen korlátozza az állam. A társadalmi egyenlőtlenségek pedig az állam méretétől függően egyre nagyobbak lehetnek. Egy birodalom nyilván még nagyobb fokú korlátokat jelent, mint egy városállam. A kérdés az, hogy miért adta fel az emberiség nagy része ezeket az értékeket. Válaszában az amerikai filozófus Francis Fukuyama azt mondja, hogy nem lehet ezt csupán az öntözéses földműveléssel járó előnyöknek betudni. Ennél sokkal komplexebb képletre mutat. Azt tudjuk, hogy minden ember által létrehozott társadalomhoz hozzárendelhető az erőszak valamilyen formája, főleg törzsi szinten. Ebben úgy gondolom nem lehet kétséges senkinek. A törzsek még vadászati területekért háborúztak, és ha sikerült legyőzni az ellenséges törzset, akkor el lehetett foglalni annak területeit. Ha pedig ezen felül még uralma alá is hajtotta a legyőzött törzset, akkor nyílt alkalom a hierarchia és az államszervezet, vagy legalábbis annak valamilyen formájú elődjének a létrehozására ahhoz pedig, hogy ez a politikai kontroll fenntartható legyen, a törzs tagjainak létre kellett hozniuk egy központosított elnyomó szervezetet, ami később egy administratív bürokráciával alakult át. Nyilván kellett ehhez törvénykezés, bíráskodás, aztán végrehajtói szervezet. Ha ezt tovább gondolva, a politika eredetét vizsgáljuk, akkor kétféle választ kaphatunk. Egy gyakorlatit és egy elméletit. A gyakorlati válasz fő szószólója régészek, akik az archeológiai leletek és feltárások alapján vizsgálják a történelmet. Ők sokkal kézzelfoghatóbb megoldásokat keresnek, így inkább a környezeti hatásokra vezetik vissza a politika eredetét. Gondolhatunk itt gazdaságra, technológiára és hasonlókra. Ezekről a mezőgazdaság kapcsán már volt szó. A másik nézőpont az elméleti válasz. Ennek hangoztatói a filozófusok. A filozófusok a gondolat síkján próbálják értelmezni a történelmet. Ők absztraktabb elméletekhez vezetik vissza a politika forrását. Így inkább kulturális hatásokra gyanakodnak, úgy mint a vallás, az erőszak természete vagy egyéni motivációk. A régészeknek nyilvánvalóan több bizonyítékuk van elméleteikre, de rendkívüli valószínűséggel bír az is, hogy a vallási eszmék komoly szerepet jelentettek az állam hierarchiájának kialakításában és a törzsi szabadság elvesztésében. Max Weber szerint a karizmának elengedhetetlen szerepe mutatkozik az állam kialakulásában, és itt mindjárt érdemes a karizma szó eredetét megvizsgálni. A karizma egy görög szó, amit angolul úgy értelmeznek, hogy touched by God. Ezt magyarra úgy lehetne fordítani, hogy Isten által megérintve lenni, vagy Isteni tehetséggel felruházva. Szóval, itt újra megjelenik az Isteni felhatalmazás az uralomra. Fukuyama a politikai rend eredete című átfogó munkájának első kötetében így ír erről. Az egyetlen kérdés, hogy vajon miként jöttek létre az első államok. Olyan helyeken, mint pápua uiginea vagy Dél-Szudán évszázadok törzsi háborúi sem hoztak létre állami szintű társadalmakat. Antropológusok vitáznak azon, hogy a törzsi társadalmaknak van-e kiegyenlítő mechanizmusa arra, hogy a konfliktusok után hatalmi újraelosztás történjen. A Nuer törzs simán magába olvasztotta az ellenségeit, ahelyett, hogy uralmuk alá vették volna őket. Szóval úgy tűnik, hogy kell lennie még egy okozati összefüggésnek az állam létrejöttében. Csak azokban az esetekben formálódott meg egy centralizált politikai egység, amikor erőszakos törzsi csoportok áradtak ki a belső ázsiai sztyeppékről, az arab sivatagból vagy Afganisztán hegységeiből. De mi lehet ez a hiányzó okozati összefüggés, amire Fukuyama utal ahhoz, hogy a törzsi erőszak állami erőszakszervezetté tudjon formálódni? Fukuyama további érvelése úgy foglalható össze, hogy a vallási felhatalmazás és a katonai bátorság sokszor kéz a kézben jár egymással. A vallás felruházza a törzs vezetőjét azzal, hogy a Szent Ügye mentén egyesítse az önálló törzseket, és megoldjon ezzel egy nagyszabású kollektív problémát. A puszta gazdasági magyarázatnál ez egy sokkal magasabb szinten értelmezi azt a kérdéskört, hogy egy szabad törzs tagjai miért hajlandóak feladni az önrendelkezésüket, és azt egyetlen egy karizmatikus individum által vezetett törzs kezébe adni. Ha a vallási cél kellő motivációt tud adni ahhoz, hogy akár erőszakkal is érvényesítsék a vallási dogmákat, akkor ezekkel a szeparált törzsekkel együtt a vezető létre tud hozni egy centralizált katonai erőt. Ezzel az elhivatott katonai erővel meg tud hódítani olyan törzseket, akik hasonlóan behódolnak a vezető akaratának, vagy a nagyra nőtt számuk miatt akár olyanokat is, akik ellenszegülnek a karizmatikus vezető szent akaratának. Így létrehoz egy békés, vagy kevésbé békés, de mindenképpen biztonságos közeget, ami megerősíti a vezető vallási és katonai céljait, egy pozitív, visszacsatolási hurokban. Öngerjesztő folyamatnak is nevezhetjük ezt, ami úgy működik, hogy minél inkább hisznek a vezetőben, annál nagyobbra tud duzzadni a követők száma. És minél nagyobb a követő szám, annál inkább igazolva lesz a vezető személyének hitelessége. Az egyetlen probléma az, hogy ehhez a folyamathoz létre kell hozni egy újfajta vallást, ami megbontja a már létező vallások határait, és új, saját maga által kijelölt határokat hoz létre. Mohamed konkrétan ezzel a módszerrel alapított új világvallást a 6. VI. században, és hozta létre az első iszlám államot 622-ben Medinában. De mondhatjuk azt, hogy szinte minden államnál jelen volt a vallás, hogy az állam legitimitását adja valamilyen szinten annak megalapítása során. A teokratikus államvezetésben Isten királyról beszélhetünk még, ahol az uralkodó egyben a vallási és állami vezető, az Istenek földi helytartója. Aztán, ahogy ez a két szerep kezd szétválni, úgy a félisteni mi volt átalakul egy isteni maggá, egy személyi kultusszá, karizmává. Szárukina a mítosz szerint sémi származású volt, és Istár Isten érintésével felvértezve kezdett el a már történelemből ismert Urzabába Sumer királynál először pohárnokként, majd tanácsadóként dolgozni. A szomszédos Lugal a Sumer városállamok többségét egyesítette a térségben időszámítás előtt 2375 körül. Ezt mondhatjuk az első birodalmi gondolatiság megtestesülésének. Lugál Zagesi letaszította a sumer király trónjáról, de szárukén maga köré katonákat toborozva első politikai akciójaként egy meglepetés támadással Lugál Zegeszi távol létében fővárosát megrohamozta, elfoglalta és lerombolta a falait. A környező provinciákból a város segítségére keltek helyi hadurak, majd a hazatérő királlyal megerősítve Sárukin seregének csaptak. Azonban Szárukin olyan innovatív hadászati módszereket tudott felmutatni, hogy még így is olyan fölényes győzelmet aratott, hogy láncra verette a királyt, és hosszú hadjáratra indult ezután. Először a legdélebben fekvő városokat támadta meg, ahol már kombinálta a könnyű, illetve nehéz gyalogsági egységeket a távolról tüzelő íjászok használatával. Ennek pedig egyik Sumer város sem tudott ellenállni. Nipper! Uruk, Ur és Lagas városokat mind elfoglalta, ahonnan aztán a Perzsa öböl partjához ment a hadsereg. Itt a tengerben egy rituális ceremóniaként megmosták fegyvereiket, megünnepelve ezzel katonai sikereiket. Visszaúton bevették Ummát, a távol leláncolt király egykori erődítményét, majd valahol a Tigris és Eufrátesz között Mezopotámia szívében attól a várostól nem messze, ahol pohárnokként kezdte Szárrukin, megalapította Akkád városát. Akkádot szánja uradalma fővárosának, aminek pontos fekvése mindmáig ismeretlen számunkra. Viszont azt tudjuk, hogy a városnév azt jelenti, hogy a tűz koronája, ami Istár istennőhöz vezethető vissza, és innen ered az Akkád népnevezék is, ahogy már referáltam erről korábban is. A központ megalapítása után Mezopotámia nyugati és északi területén folytatódott a hódítás. Elfoglalták Mari, Jarmuti és Ibla városállamait, amit a korabeli feljegyzések úgy írnak le, hogy mindent meghódított a cédrus erdőktől az ezüst hegyekig. Az ezüsthegyek Anatólia déli részén vannak, vagyis a meghódított terület a mai török szír határtól lenyúlott a mediterrán tenger mentén fekvő libanoni cédrus erdőkig, innentől pedig egészen lefelé délre, a Perzsa öbölig. És itt még csak uralmának első évtizedeiről beszélünk. Mezopotámia nyugati részén meghódított területekről a páratlan katonai teljesítménye után Szárukin felruházta magát a korlátlan uralkodó titulussal. Hódítását pedig úgy jegyezte le, hogy irányítása alá vett minden területet az alsó tengertől a felső tengerig. Úgy gondolom, ezen a ponton már beszélhetünk Akkád birodalomról, és fontosnak tartom, hogy definiálva legyen a szó, vagy ha exaktul nem is lehet meghatározni, de legalább legyen körbejárva több oldalról is a birodalom kifejezés. A birodalom, mint főnév, a latin nyelvből ered, az impérium szóból. Az impérium az ókori Rómában fennhatóságot jelentett. A fennhatóság egy birodalom esetében az uralkodó hatalmát, és parancsolói autoritását jelzi egy bizonyos terület felett, amit katonai hódítás során megszerzett magának. De ez így még egyáltalán nem pontos. Az impérium a parancsláshoz szükséges erőt és felhatalmazást jelenti, amit a rómaiak arra használtak, hogy fokozatosan leválasztották a legyőzöttek meghódított területeit, és hozzáolvasztották a saját területeikhez. De sarkalatos kérdés a beolvasztás mértéke a birodalom esetében. A királyságokban a király uralmát az isteni felhatalmazás adta, majd később a leszármazás vonala, a köztársaságokban a választott tisztségviselők legitimitása a nép felhatalmazásából ered. A birodalom esetében viszont valami teljesen másról beszélhetünk. Elég tágan alkalmazták a történelem során a birodalom kifejezést abban az értelemben, hogy milyen államszervezeteket neveztek meg ezzel a főnévvel. Meglehetősen különböző területi nagyságú, vagy politikai erővel rendelkező államszervezetekre használták már a birodalom kifejezést. Ha mondjuk a bizánci birodalomra, a német-római birodalomra, a brit birodalomra, vagy a portugál és spanyol birodalmakra gondolunk. Kétféle birodalmat különböztethetünk meg egymástól, amit Ross Hessing, amerikai történeti antropológus. Így ír le a Mexikó és a Spanyol hódítás című könyvében. A birodalom, mint politikai, katonai, gazdasági struktúra kialakításának két módja lehetséges. Az egyik a területi birodalom, amely közvetlen hódítás és katonai erő alkalmazása útján keletkezik, és a katonai erő továbbra is fontos szerepet játszik a birodalom fenntartásában és az uralkodó akaratának érvényesítésében. A másik a hegemónikus birodalom, amely inkább a gazdasági-politikai kényszerítés eszközeivel élve hajtja uralma alá a kisebb, gyengébb államokat. Ennek ellenére jelentős szerepet játszik a látszat, hogy az uralkodó, ha muszáj, erőszakkal is érvényt tud szerezni akaratának. Az előbbi birodalom közvetlen politikai irányítást és kezdetben nagyobb kohéziót biztosít, de a birodalom kiterjedését korlátozza, hogy a meghódított területeken helyőrségeket kell létrehozni és fenntartani, a központi hatalom ellen felkelő csoportokat, népeket legyőzni, és a többi. A hegemónikus birodalom látszólag kisebb gazdasági és politikai hatalmat képvisel de nem veszi annyira igénybe a birodalom katonai erejét, amely rugalmasan bevethető további hódításokra vagy a belső rend fenntartására. Ennek ismeretében kiinduló pontként tehát úgy foglalnám össze ezt az uralkodási formát, hogy a birodalom egy olyan államszervezeti modell, amely egy erős központi hatalom által az eredeti határain túlnyúló földrajzi területeket irányít. Első körben ezt fogalmaznám meg, és nézzük is tovább szárokin keleti birodalmi törekvéseit, amik ismeretében majd tovább lehet fejleszteni az állam alakulat definícióját is. Miután nagy szárukin korlátlan uralkodóvá vált az Alsó tengertől a Felső tengerig keletre fordult. Elfoglalta a kelet sumerben fekvő elámot a szúzai régiót. Minden környező törzset és várost meghódított, továbbá az iráni fenség jelentős részét is magához ragadta. Mutatnak jelek arra, hogy innen vízi expedíción csapataival átkeltek a Perzsa öblön keresztül a mai Omán területére, de ebben már nem lehetünk teljesen biztosak. Itt jutunk el a feljegyzések végéhez, de ez csak Szárukin hódításának bizonyos részét fedi le. A későbbi legendákból ítélve hódíthatott még Egyiptomban, Etiópiában és Indiában is. Hatalmasra nőtt az Akkád birodalom. Ennek következtében Sumer területén folyamatosak voltak a lázongások. Ahhoz pedig, hogy ezt irányítása alatt tartsa, Akkád katonai helyőrségeket telepített bizonyos fontosnak ítélt gócpontokra. A katonaságról eddig még nem esett szó, az akkád birodalom katonai léptéke semmi addigihoz nem volt fogható. Körülbelül az új asszír birodalomig egészen 1000-1500 éven keresztül nem volt olyan hadsereg, ami ehhez hasonló technológiai előnnyel rendelkezett volna riválisaihoz képest. A korlátlan uralkodó saját elit hadserege, ami mindig vele volt, 5400 emberből állt. Ezt több eredeti feljegyzés is alátámasztja, és van egy rövidke ikonikus mondat, ami minden feljegyzésben és történészi írásban visszaköszön, amivel maga a hadúr is eldicsekszik. Ez valahogy úgy fordítható, hogy 5400 ember mindig szárukin előtt ette kenyerét. A teljes hadsereg számáról annyit lehet tudni, ami egy időszámítás előtt 1900 körülről fennmaradt írás. Szárukin legendája című szövegben szerepel, mi szerint Szárukin udvartartása 7000 harcost, 3000 hordárt és 1000 pohárnokot számlált, akiknek naponta 1000 marhát és 6000 birkát vágtak le ételgyanánt ezeket a túlzó számokat azonban valószínűleg már a következő, a harmadik úr dinasztia ösztönözhette, aminek a történetírása pár száz évvel későbbről projektálhatta vissza ezeket a felfújt számokat nagy szárukinnak tulajdonítva. Valószínűleg az állandó udvartartás létszáma lehetett 5400 fős a király körül, amibe beletartozhatott mindenféle király közeli tisztségviselő is. A tényleges sereget csak megbecsülni lehet a szárokin utódai által lemészárolt és elfogott ellenségek létszámából. A fia Rimus, dél-babilóniai hódítása során egyetlen lázadó város leverése során 12 ezer ellenséges katonát ölt meg és 6 ezer foglyot ejtett. A hadjárat során pedig körülbelül 20 ezer elamitát és marhasit igáztak le, de ezekből a számokból, vagyis az örökösei által ejtett ellenséges halottak számából én nem mernék belebonyolódni vad és megalapozatlan következtetésekbe a hadsereg számát illetően. Viszont a hadsereg technikai felszereltségéről lehet tudni néhány dolgot. A tüzérség, vagyis az íjászok már használhattak reflex íjakat, ami annyira hatékony fegyver volt, hogy még a 3000 évvel későbbi mongolok is ezzel hódították meg egész Eurázsiát. A könnyű páncélzattal rendelkező gyalogos egységek sarlószerű kardot használhattak, értelemszerűen kevés védőfelszereléssel. A páncélozott egységek pedig többnyire kétélű fejszékkel harcoltak, pajzsuk csak kevés esetben volt, de mivel az akkádok széles körben kezdték el alkalmazni a kétélű fejszét, ami szörnyű sebeket tudott vágni az ember testén, hódításaik nyomán a környező hadseregek háborús célokra fémből készült sisakokat kezdtek használni. Időszámításunk előtti 24. századból van egy győzelmi emlékmű, ami lágás város, dicsőséges, a szomszédos umma ellen vezetett győzedelmes hadjáratának a megörökítéséről szól. Az emlékmű szövegei és képei meglehetősen töredékesek, de a mezopotámiai hadtörténet jelentős forrása. Ezen a táblán az ékírásos feljegyzések és a képi megjelenítés együtt mutatkozik. Az alkotás neve az, hogy kesejűsztélé mivel azt ábrázolja, ahogy a legyőzött Ummaváros katonái holtesteiből kesejük lakmároznak. A kesejű sztélé jól ábrázolja nehéz fegyverségű egységeket, ahogyan szorosan egymás melletti hadrendben menetelnek, sisakokkal felszerelve, jobb kezükben láncát tartva, úgy, hogy a pajzs mögül csak a fejük látszik ki. Pajzsaik teljes fedésben vannak egymással és védelmet biztosítanak a katonai egységnek, ami tisztán mutatja a görögnek hit falangsz harcmodor eredetét, ami több ezer évig a gyalogos hadviselés alapját képezte. Ez a sztélé a falangsz első ábrázolása 2000 évvel a görög falangsz előtt. Szárukin ezzel a harcmodorral 56 évig uralkodott, ami alatt 34 csatát nyert meg. Ezzel létrehozta az első militáns államot, ami ráadásul az első birodalomnak is mondható. Most következhet az, hogy meg lehet közelíteni a birodalom fogalmát más irányból is, mivel az akkád birodalom körvonalai többnyire kirajzolódtak. A hódítások következményeképpen azt lehet megállapítani, hogy a birodalom az egy hatalmas politikai testület, ami az eredeti határain kívül megszerezhető, lehető legnagyobb területeket a maga uralma alá hajtja. Meghatározott erővel és magterülettel rendelkezik, ezen felül pedig kiterjedt. Kontrollált perifériája van, aminek a lakói számos esetben a meghatározó etnikai vagy nemzeti csoportot adják ki az egész birodalmi rendszerben. Vagyis, végső soron a hozzá kapcsolódó területekről azt lehet mondani, hogy egy megfelelő köztes állapot az annexáció és a nyílt szövetség között. A birodalom végsőnek gondolt, legpontosabb magyarázata pedig számomra a következő. A birodalom egy heterogén. Polietnikus, hierarchikus politikai entitás, ami nem nagy társadalmi egységként működik, de nem is több független társadalomként, amiket leural egy erőfölényben lévő hatalmi szereplő. A birodalomban hatalmat gyakorló erő úgy uralkodik a centrális társadalom és a periféria társadalmai fölött, hogy ne tudja az egyik magába olvasztani a másikat. Ezáltal polgártársakká téve őket, de ne is tudjanak szétválni egymástól oly mértékben, hogy szövetségesek helyett feljebb és alatvalókká váljanak. Azt gondolom, ez így a pontos meghatározás. Kell tehát két hatalmi választóvonal. Egy nagyon határozott választóvonal az uralkodó osztály és a népe között és kell egy halványka választóvonal a nép rétegei között. Ez alapján a római birodalom politikai mottóját úgy egészíteném ki, hogy ozd meg és uralkodj, de ügyelj arra, hogy ne oszd meg túlságosan. A felütésben már idéztem Thomas Hobbes angol filozófus Leviatán című írását, amiben az engedelmesség eredetét vizsgálja, és azt, hogy az emberi vágyak és racionalitásnak miféle szerepe lehet az államalakításban. Hobbes leírja, hogy a hódítás útján az uralkodónak mi legitimálja a hatalmát, illetve, hogy az alávetett mitől válik alávetetté. Ez így hangzik. Birtokba útján létrejött államról, akkor beszélünk, ha az uralkodói hatalom átvétele erőszakos úton történik. Erőszakos hatalom átvétel pedig akkor történik, ha az emberek a haláltól vagy szolgaságtól való félelmükben egyenként vagy sokan együtt többségi szavazattal magukénak ismerik el annak az embernek vagy gyülekezetnek minden cselekedetét, amely életüket és szabadságukat hatalmában tartja. A hódítás vagy a háborús győzelem jogán szerzett uralmat egyes írók önkényuralomnak vagy despotikus uralomnak nevezik. Ez pedig a gazda uralma a szolgája felett. És ezt az uralmat a győző akkor szerzi meg, ha a legyőzött, hogy azonnali megöletését elkerülje, szóbeli nyilatkozattal vagy akaratának más elégséges jelével szerződésszerűen megfogadja, hogy ameddig a győző megkiméli életét, és engedélyezi testi szabadságát, addig életével és szabadságával tetszése szerint rendelkezhet és csak e szerződés megkötése után tekinthető a legyőzött szolgának, azt megelőzően nem. A szolga ugyanis nem olyan foglyot jelent, akit börtönben vagy bilincsbe verve tartanak, míg a tulajdonosa, aki elfogta vagy az elfogójától megvásárolta, eldönti, mi történjék vele. Mert az ilyen embereknek, akiket általában rabszolgáknak neveznek, nincs semmiféle kötelezettségük, jogosan széttörhetik bilincseiket, kitörhetnek börtönükből, vagy fogjul hurcolhatják el gazdájukat. Ezzel szemben, ha valaki elfogatása után testi szabadságának engedélyezése fejében megígéri, hogy nem szökik el és nem követel erőszakot gazdájával szemben, az a gazda bizalmát élvezi. Tehát nem a győzelem biztosítja a legyőzött feletti uralom jogát, hanem saját szerződése. És itt következik a brutális rész. Kötelezettségei se abból származnak, hogy legyőzték, elfogták vagy megfutamították, hanem abból, hogy megadja és aláveti magát a győztesnek. És ha az ellenség megadta magát, ez a győztest csak akkor kötelezi a feltétlen alárendelés ellenében kíméletre, ha megígérte, hogy megkíméli ellensége életét. És ez a győztest csak addig kötelezi, amíg saját belátása szerint, helyesnek tartja. Amíg saját belátása szerint helyesnek tartja? Elképesztően kemény szavak ezek Hobstól, aki itt a gondolatmenet végén azt állítja, hogy a birodalmi uralkodó csak is akkor köteles a meghódítottak megkímélésére, ha azok alávetették már magukat. És ezt is csupán addig kell betartania, ameddig önkénye szerint ezt helyén valónak gondolja. Jean-Jacques Rousseau, svájci filozófus egy merőben más hatalmi képletet állít fel. Hobbes azt állítja, hogy az ember gonosznak születik, ezért államra van szükség, hogy megzabolázza az embert. Ezzel szemben Rousseau azt mondja, hogy az ember jónak születik, és az állam lesz, ami bedarálja az ártatlanságát és korrumpálja őt. Mindenki elgondolkodhat rajta, hogy melyikben lát több igazságot. Erről még biztosan lesz szó a későbbi részekben. Most viszont Russzó forradalmi főmunkájából arra a részre térnék ki, ami rezonál az előbbi Hobbes gondolatra a birodalmi elnyomás kapcsán. A társadalmi szerződésben így reflektál az előtte lefektetett gondolatokra. A családot tekinthetjük a politikai társadalmak első mintaképének: az uralkodó az atyakép mássa. A nép a gyermekeké. Mivel pedig mindannyian szabadnak és egyenlőnek születtek, szabadságukról csak saját előnyeik kedvéért mondhatnak le. Az egyetlen különbség az, hogy a családban az apát a gyermekek iránti szeretet kárpótolja az elszenvedett fáradozásokért, míg az államban a hatalom élvezete pótolja a szeretetet, amely az uralkodóból a nép irányában hiányzik. Az ember szabadnak születik és mégis mindenütt bilincsekben él. Sokan embertársaik urának hiszik magukat, bár még inkább szolgák, mint a többiek. Hogy ment végbe ez a változás? Ha csak az erőszakot és annak hatását venném figyelembe, úgy azt mondanám, amíg túlnyomó hatalom kényszerít engedelmességre egy népet, jól teszi, ha engedelmeskedik, amint azonban lebírja rázni a rabigát, úgy még jobban teszi, ha lerázza mert ha szabadságát ugyanazon jogcímen szerzi vissza, amelyen tőle elrabolták, úgy vagy jogosan szerezte vissza, vagy jogtalanság volt a szabadság elvonása. Csak a társadalmi rend szent joga lehet minden más jog alapja. Ez a jog egyáltalában nem a természetből fakad, így tehát szerződéseken nyugszik. Kaligula véleménye az volt, hogy vagy az uralkodó Isten, vagy a nép barom. Ezen végkövetkeztetése pedig, teljesen azonos Hobbes elméletével. Előttük már Arisztotelész is állította, hogy az emberek a természettől egyáltalán nem egyenlőek, hanem egy részük rabszolgaságra, más részük uralkodásra születik. Az államot uraló önkény tekintetében nincs is nagy elkülönbözés Russo és Hobbes gondolatisága között. Igazából ők filozófiájukban a kiinduló pontban különböznek el, amit egyszer majd érdemes lesz tüzetesen végigvenni. Most viszont vissza szeretnék térni az Akkád birodalomra. Szárukint tehát hatalomra jutott, hadsereget szervezett, és ezzel az erővel meghódított minden elérhető távolságban lévő népet. Mi volt azonban a politikai keretrendszer, ami lehetővé tette ezt, és hogyan szerepelt a birodalom hosszú távon? Az Akkád birodalom fővárosa Akkád volt, amit Szárukint maga alapított. Akkád rövid idő alatt az ókor egyik legprosperálóbb és leggazdagabb városa lett. A birodalom minden pontjából szállították a birodalom alatt valói ajándékait. Behódulásuk jeléül az uralkodónak, talán még Indiából és Egyiptomból is. Szárukén szakított a tradicionális arisztokráciával. Ez a húzása pedig hosszú távon a birodalmi törekvéseit aláásta. A birodalomnak így eleve nem lehetett örökletes, hagyományos arisztokráciája, hanem a vezetőség száma és személye mindig az uralkodó döntései szerint változott. És ahogy a gazdasági és politikai arisztokráciával ez történt, hasonló volt a helyzet a hivatali és katonai arisztokráciával is. A meghódított területek és városok belső ügyeibe nem avatkozott bele a korlátlan uralkodó, hanem a városok gazdaságait beolvasztotta a királyiba. A földterületek többsége a király tulajdonába került, katonailag legyengítette a városokat, falaikat pedig lerombolta. Ő tartotta kezében a vallás vezetőit. A gazdaságot, a katonaságot gyakorlatilag hatalma mértéktelen és ellenőrizetlen volt. Ebből következően pedig a rendszer működése egy személyben az uralkodó képességein múlott, ami alkalmatlanság esetében azonnal összeomolhat. A korlátlan uralkodó megnevezés első gondolatra ugyan egy hízelgő, epikus jelzőnek tűnhet, de ebben a korlátlanságban egyben kódolva volt a birodalom bukása. Nem volt az akkád birodalomban alaposan kiépített és jól átgondolt politikai vagy bürokratikus rendszer, amit érvényesíteni tudott volna az elhódított területeken. Sok meghódított területen fellázadtak ellene, vagy sok területen az elfoglalt város-állam rendszere úgy lett hagyva, ahogy meghódítás előtt működött, csupán szárukin lépett a feljebb valói pozícióba. Ezért olyan történészek, akik szigorúan veszik a birodalom kifejezés definícióját, nem is tekintik az akkád birodalmat birodalomnak. Ők a legnagyobb jó indulattal azt mondják, hogy az akkádokkal egy birodalmi törekvés indult el. Sokkal inkább volt ez az első militáns diktatúra. Szárukin katonai teljesítményénél egy fontos dolgot ki kell még emelni. Ő a hadjáratait még mindenféle szállítási segítség nélkül vitte véghez. Nem voltak még lovak erre a célra. Nem használtak még tevéket, vannak sumer illusztrációk ebből az időből, ahol már használtak valamilyen lófélét vagonok húzására, de még ezer évre vagyunk attól, hogy harci szekerekbe befogva alkalmazzák a lovakat. Azt pedig Xenofontól tudjuk, hogy két ezer évre vagyunk még attól, hogy lóháton harcoló lovasságról beszélhessünk. Menetelő hadúr volt még Szárukin. A folyók között gyalogszerrel hódította meg egész mezopotámiát. Bizonyos szakaszok a folyókon segítették őket a felszereléseik és ételtartalékok szállításában, de igazából csak saját erejükre hagyatkozhattak. Szárukin uralkodásának 56. évében halt meg. Birodalmát fia, Rimus vette át, aki rögtön az ellene indult sumerlázadásokkal és felkelésekkel találta szembe magát. A nagy uralkodó meghalt, a helyén keletkezett hatalmi űrt úgy gondolták a felkelők, hogy nem fogja tudni az utót betölteni. Azonban kegyetlen hadi kampányuk után Rimusnak sikerült újra a birodalomhoz csatolni a lázadó területeket, és visszaállította apja hagyatékát eredeti állapotába. De ehhez még több ellenséges katonát kellett megölnie, és kétszer annyit bebörtönözni, mint apja tette. A visszaszerzett városokból harcoló férfiak ezreit bocsátotta el, és ítélte kényszer munkára, kegyetlen büntetésre vagy tömeges kivégzésre. Rimus csupán kilenc évig uralkodott. Történészi hipotézisek szerint a királyi udvartartás általi merénylet végezhetett vele. Halála után idősebbik testvére követte, aki lehet, hogy iker testvére volt. Őt Manistus hunak hívták. Manistushu ugyanazt a militáns diktatúrára alapuló politikát folytatta, mint testvére és apja is. A győzedelmes hadsereget messzi földekre vitte hódítani, az egyik korabeli agyaktábla így emlékezik meg róla. Amikor Manistushu átkelt az alsó tengere hajóival, 32 király sorakozott fel ellene, de mindannyiukat legyőzte, és megtámadta városaikat. Letörte a nagyurakat, és egészen az ezüstbányákig mindent elpusztított. Időszámításunk előtt 2260-ban, Akkád városában, 964 embert meghívtak a királyi palotába egy illusztris lakomára. Azonban a meghívottaknak nincsen sok okuk az ünneplésre. Néhányan új ruhát kaptak a királytól. Néhányan csillogó új ékszereket, volt, aki jelentős mennyiségű pénzt kapott. Volt, aki szép nagy házat. Volt, aki egyéb ajándékot. A lakoma minden bizonyal kiváló lehetett, de ezek az emberek éppen eladták az őseiktől kapott földjüket, Szárukin fiának, Manistus hunak. Mivel földjeik a királyi területekkel voltak határosak, nem utasíthatták vissza a király üzleti ajánlatát amikor a történészek a meglévő feljegyzésekből fennmaradt összegek alapján kiszámolták, hogy a király mennyire vásárolta meg ezeket a földeket, azt kapták végeredményként, hogy két évnek megfelelő takarmányért adták el a földjeiket. De miféle földművelő adná el ennyiért a számára életet jelentő földet? Az, akinek minden bizonyal nincs más választása. 49 akkádi tanúja volt az üzletnek. Írnokok, adminisztrátorok, katonai vezetők, állami tisztségviselők és templomi urak, akik mindannyian a király kegyeltjei voltak. Kevés kétségünk lehet afelől, hogy az adásvétel célja az volt, hogy ezek az emberek gazdag földekhez jussanak a korona szolgálatáért cserébe. Manistus, hú, mint a korlátlan uralkodó utáni uralkodó, gondoskodni akart a második generációs elit hűségéről, akik ezen adásvétel után már fel kellett, hogy vegyék az akkádi identitást, hiába voltak a szüleik, még a legyőzött nép, hiába kerültek akkádi uralom alá. Ez a szűk csoport azt látta helyesnek, ha cserben hagyják a saját közösségüket, azért, hogy a királyt szolgálhassák. Ezután várták a király utasításait és parancsait, aki ura volt a birodalomnak a felső tengertől az alsó tengerig. Manistus nem akar testvére sorsára jutni, ezért hűséges követőket szerzett maga mellé, akikre támaszkodhatott katonai és politikai értelemben is. A művelhető terület, amit elvett a közel ezer embertől, 3430 hektár nagyságú, amit egyenlően osztott el a 49 akkádi között, Ezáltal urakká tette őket. Ezeket a területeket aztán felosztották 70 hektáros parcellákra, amiket az akkádiak szétosztottak, és még így 70 hektárosan is tízszer nagyobbak voltak ezek, mint a hasonló tisztségviselőknek tipikusan adott telkek ebben a térségben. Így a 49 feltőkésített akkádinak mindjárt meglettek az alájuk tartozó, szintén feltőkésített alattvalóik olyan jelentőséggel bírt az a tranzakció, hogy a király belevésette egy nagy, fekete diorit kőzetbe, amit messziről magámból, a mai arab félszigetről hajón keresztül hozatott a birodalom fővárosába, Akkádba. Lenyűgöző ez az obeliszk, ami másfél méter magas, oldalai fél méter szélesek, minden bizonyal a főváros legnagyobb templom előtt állhatott ez a mély fekete diorit oszlop. És a történelem során itt jelenik meg először a megemlékezésnek ez a formája. Ezen a dioriton, ami igazából egy jogi dokumentumnak és egyben emlékműnek is tekinthető, rögzítve van az üzletkötés vételára. A király által kiosztott ajándékok, a parcellák méretei és helyei, a közel ezer eladó neve, és a 49 akkát haszonélvező nevei. Innen tudunk mindent pontosan az adásvételről. Ezekkel az üzleti kiadásokkal Szárukin fia a királyi befolyását szerette volna növelni, és ahogyan az akkádi iratokban is definiálják az esetet, szilárd alapokra helyezi a királyságot. De mennyire volt időtálló ez az alap? Akár mennyire is jelentős uralkodók voltak Szárukin fiai. Az akkádi birodalom csúcsán Szárukin unokája idején volt, Naram alatt. Naram Suen nagyapjához hasonlóan, de bizonytalan források szerint 55 évig uralkodott. Uralkodásának első két-három évtizedében a felmenői hagyatékát folytatta a prosperitást tekintve, de stabilitást hozott emellé a birodalom életébe. Ő lesz a négy égtáj királya majd a mindenség királyának lesz ki kiáltva. Mégis az ő uralkodása alatt kezd szétesni a nagy akkád építmény. De mi a birodalom bukásának az oka, és hogyan esik szét? Az akkád birodalomban központilag támogatott és katonailag irányított volt a kereskedelem, ami megszüntette a birodalom határain kívüli és a peremvidék népeinek közvetítői gazdaságát. Tehát felborította a természetesen kialakult folyamatokat a térségben. Ez belső instabil helyzetet teremtett. Ezen felül pedig Zargosz hegyeiből, ami a mai Irán területén található, a gutik nomád törzsei támadták folyamatosan az akkád birodalmat. A rajtaütések egyre gyakoribbak voltak. Ezek a támadások pedig kezdték destabilizálni a birodalmat. Erre válaszol az Akkád király kénytelen volt nagyon magasra emelni a városállami adókat, hogy finanszírozni tudja a nomád törzs elleni védelmet. Erre azonban fellázadtak a birodalmon belüli alatvaló kiskirályok. Látva a gyengülő birodalmat, más törzsek is kiharaptak egy-egy darab húst a birodalomból. Például az Amoriták törzse, akiknek később ezáltal fontos szerep jutott Mezopotámiában. Ennek a kettős, egymás katalizáló destruktív erőnek hatására a birodalom harapófogóba került, a városállamok védelme megszűnt, kereskedelmi útvonalai eltűntek, a szociális egyensúly felborult, a birodalom pedig végül megszűnt létezni. A barbár betörések olyan tökéletes pusztítást végeztek, hogy a hihetetlen gazdag fővárost, Akkádot úgy leradírozták a térképről, hogy rómjait a mai napig nem találták meg. Innentől kezdve pedig Mezopotámia története, mintha ciklikusan önmagát ismételni. A Sumer és Akád városállamok politikai egységét kintről támadó barbár törzsek lerombolják, majd ezeket a nomád törzseket Sumer és Akád zendülésekkel sikerül elüldözni. És ez a folyamat ismétlődik újra és újra. Egész mezopotámiát a Perzsa öböltől a mediterrán tengerig Szárukin meghódította. Legendák és mesék születtek róla. Később évszázadokig uralkodók a lábnyomában szerettek volna járni, vagy a nevére hivatkozva nagyobb befolyást szerezni. Szárukin, Akkád királya, Istár küldöttje, a világ királya, Ánú kísérője, a földek királya, Enlil földi helytartója és korlátlan uralkodó, aki hódító teljesítményével, amit a történelem elején felállított, megteremtette a harcos király arhetipust, és ezzel kihívta az utókor hódítóit, hogy nyomába érjenek. Ez csupán néhány uralkodónak sikerült 5000 év történelme alatt, ők viszont bevésődtek a kollektív emlékezetbe. Ilyen volt második kurus perzsa király, Nagy Sándor, Attila a Hun, Dzsingiszkán, Timur Lenk és Bonaparte Napóleon. Rajtuk kívül nem igazán hasonlítható senki nagy személyéhez, aki a mitológikus múlt és tapasztalati történetírás határán élt, ezért élete félig a mítoszok világából táplálkozik, félig pedig a tényszerű kollektív emlékezetünkből de azzal együtt, hogy Szárukín Istár istennő kegyeltje volt. Emellett a kézzel fogható világunkban élt. Időszámításunk előtt harmadik évezred végén. Szárukin volt az első nagy uralkodó. Ő hozta létre az első birodalmat. A gyors építkezés azonban hamar bukást is eredményezett. A mély fekete dioritba vésett új arisztokrácia kiépítésének ötlete nem bizonyult elégséges birodalmi talapzatnak. Az Akkád birodalom viszonylag rövid életű volt. Kezdete után 200 évvel Szárukin leszármazottait eltávolították a trónról. Közben pedig belső viszályok és a hegyi nomád népek szétszabdalták a birodalmat. A birodalom könnyen szétbomlott, azonban hatása két évezreden keresztül érződött még, és nem csupán mezopotámia fénykorában, hanem még Nagy Sándor idejében is Szárukin szolgáltatta a hősies világhódító eszményképet, amikor az akkád birodalom által felépített kulturális hagyaték helyébe lépett a következő. Egy időben nagy szárukin héroszt is felváltotta a nagy Sándor alakja. Az akkád birodalom utáni áhítat folytatódott még Óbabilónia idejében, aztán Asszíriában, ahol Amorita Samsi adad egyenesen Szárokén unokájától származtatta magát, adoptálva a régi ideológiát és titulusrendszert, hogy lemodellezze a korábbi nagy előd által létrehozott birodalmi példát. Olyan hullámokat gerjesztett Szárokén Mezopotámiában, hogy az elamita király ezer évvel később a híres stélét magával vitte szúzába hadizsákmányként, hogy ezzel mutassa diadalmas győzelmét népe előtt. Az egykor leigázott elám elégtételt vett ezzel történelmi sérelmeiért. A vallását tekintve azt mondhatjuk, hogy ez a rendszer nem sok újdonságot jelentett az elődének tekintett Sumerhez viszonyítva. A Sumer vallási konzervativizmus az akár struktúrában tovább élt, a legfőbb háromság ugyanaz maradt. Anu, Enlil és Enki, de ezek a főistenek fokozatosan elveszik fensőbbrendűségüket a kultuszban. Szárukin folyamatosan hivatkozik rájuk, legitimitását illetően, de a hívek inkább az égi istenekhez, istárhoz, vagy főként samashoz fordulnak. Érdekes, ahogy a sumerektől átvett istáristen, még az anyaság és termékenység manifestuma. Akkádban pedig hozzá csatolódik a viszály és a háború is. Mezopotámia majdnem két évszázadra, több államra tagolódik. Az egységet csak időszámítás előtt 1700 körül a babilóni Amorita származású király teremti meg. Ő a térség politikai központját északabbra helyezi át. Abba a városba, ahol uralkodó volt. A vallási központot is átteszi Babilónba, Enlil istenség pedig Mardukkal lesz helyettesítve. A korábban marginális jelentőségű északi város ezáltal hirtelen a figyelem és az irányítás központjába kerül. A városból kiemelkedett a tehetséges uralkodó, Hamurabi. Hamurabi három évtizednyi gondokkal terhelt uralkodás után elfoglalja Lársa városát, legyőzi az elámi királyokat, a mari és essonai királyokat, és hamarosan a perzsa öböltől a habur folyóig ér az uralma. Hamurabi végleg eltörli Sumert a térképről. A Sumer alapokról pedig a sémi származású Amorita kisebbség megalapítja az Akkád birodalom folytatását, az Óbabiloni birodalmat a történet pedig kronológiáját tekintve innen folytatódik majd. Én Györe Zoltán voltam. Ez pedig a subjektív és szakmájatlan történelmi agóram, a történelem, chimpanz Isten. We have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Az államfő nem észrevettem, hogy a színeskutyára néz. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Yeah, what? So one small step for man but i didn't get the second phrase